csipkeverés, hímzés, mézes kalács készítés és vesszőfonás. Ezeket tanulhatták az elmúlt hónapokban a horgosiak a szakkör elnevezésű programsorozat foglalkozásainak köszönhetően, amit Vajdaság számos településén megszerveztek. Az elkészült darabokat egy kiállítás keretében mutatták be. November óta heti rendszerességgel szervezték meg a szakkör elnevezésű foglalkozás sorozatot. Az érdeklődők 4-5 fős csoportokban dolgoztak közösen. Bende Ilona, a hímző és a csipkeverő szakkörben is tevékenykedett. Tehát tulajdonképpen megvolt a program, amit megkaptunk, tehát indultunk az első feladattal, bemutatkoztak az előadójaink, tehát mind a kettő, a csipke is, meg a hímzés is, és akkor úgy szépen folytatólagosan, ahogy jött az első, második, harmadik, mi úgy csináltuk a dolgainkat. Tehát a hímzést, azt igen, azt ismerem. Azt tudom, az én csak azért voltam ott, hogy segítsek az ott lévőknek, viszont a csipkét azt én is most tanultam. A program támogatója a Nemzeti Művelődési Intézet és a regionális felnőtt képzők hálózata volt. A szükséges alapanyagokat, illetve a tananyagot is ők biztosították. Minden csoportnak a résztvevője 4, illetve 5 főt képezett. Azt hiszem, hogy egy jó példa volt arra, hogy kis csoportokban, jó hangulatban és egymástól tanulva is tudjanak tanulni az emberek. A művelődési ház szolgált a programoknak a helyszínéül, a szakkörök lebonyolítása itt zajlott? Igen, minden program lebonyolítása a művelődési házban zajlott, hiszen jól felszerelt konyhával rendelkezünk. Ugye a mézeskalács szakkörben a mézeskalácsokat itt el tudtuk készíteni, meg tudtuk sütni, alkalmas volt erre a konyhánk, valamint a hímző, illetve a többi szakkör is itt tevékenykedett. Ma pedig ezeknek a munkái tekinthetőek itt meg. Mik kerültek kiállításra? Mesélj egy kicsit még a kiállítás megnyitóról, hogy miről fog szólni a mai nap. Azt hiszem, hogy mindenki nagyon boldogan és önfeledten jöhetett a mai megnyitóra, hiszen ma már nem egy szakkori foglalkozás köré gyűltünk össze, hanem ünnepelni és elmutatni a közösségnek azt, hogy a művelődési házban milyen szakkörök is valósultak meg ezekben a hónapokban, és valóban volt rá igény, és a következőkben is szeretnénk, hogy össze minél inkább jelentkeznek ezekre az emberek. A mai eseményen, tehát a 4 szakkör bemutatja a kiállító darabjait, valamint a Barka kézimunkacsoportnak a nyertes darabja is itt lesznek, melyeket más kiállításokon már láthattak a résztvevők, és díjazottak is lettek, valamint a Nagyfülemüle leánykórus tagjai fogják a mai megnyitót megnyitni. A kiállítás megnyitó alkalmával kiosztották az elismerő okleveleket, valamint felléptek a helyi Fülemüle leánykórus tagjai.